A mai videóban egyesíteni fogom Dél-Amerikát. Tartsatok velem! Nos, hát be is ugrottam a játékban, itt is vagyunk, kezdjük is Argentínával a cselekvéseket. Na, nézzük meg a nemzeti fókuszfát. Hát srácok, lányok, én mindenkitől azt látom amúgy, hogy ebbe a nacionalista irányba mennek, tehát én ki fogom választani, és el fogok menni a szocialista irányba. És kíváncsi vagyok, hogy mit fogok tudni kihozni ebből az egészből, illetve elkezdem felépíteni az országot úgy, ahogy tudom. Jó, 8 divíziónk van, ebből ezt az egy lovas dandárt értelmeseszerűen gyalogsággal alakítom, mert hát ez megszokás már nálam, hogy ez így van. Oké, parancsnokokat kiadom, és akkor Juan Perón, ki kéne nekem valami gyalogsági emberke kéne, de nincsen gyalogsági emberke. Akkor jó lesz ő. Jó lesz ő ide, ő megkaphatja az offenzív doktrinát majd, hogyha eljutunk odáig, illetve Alberto megkapja a flottát. Jó, és akkor, amint látjátok, neki is álltunk, megyünk is, hogy a manóba ne mennénk. És akkor az lesz a cél ugye, hogy egy szocialista Argentina, és próbáljunk egy ilyen dél-amerikai szocialista köztársaságokat létrehozni. Jó, és hogyha ezzel a politikai résszel megvagyunk, hogy kitörjön nálunk a polgárháború, mert ugye amikor a szocialista ágat választjátok, jön egy polgárháború, akkor azután tudunk majd rámenni a terjeszkedős részre, és én addig nem is nagyon szeretnék ipari fókuszokat csinálni, vagy gazdasági fókuszokat, mert nem szeretném a hát potenciálisan polgárháborúban elveszteni való területeket kiépíteni. Amúgy nem fogjuk elveszteni a területeket, csak ugye a polgárháborúban azok a területek úgymond akkor boost-tal indulnak, mert én eddig oda építkeztem, és azt tudom, hogy én ide délre fogok spónolni, tehát azért kezdtem itt ezekkel a területekkel az építkezést, de ja, haladjunk szépen, és akkor egy pár percen belül eljutunk a polgárháborúig. Na, az alapvető egységeink így fognak kinézni, tehát ez tényleg a nagyon alap. Ugye erre még jönnek majd a support unitok, illetve a hegyi dandárjaink, azok így fognak kinézni, erre is jönnek majd még a support unitok. Ezekkel állunk majd neki itt a kalamajka keverésének, amikor persze eljön az ideje annak, hogy kevergessük mi itt a kalamajkákat. És akkor szépen haladok tovább itt igazából a katonai fókuszom, mert elég szép boostokat lehet kapni, nézzétek csak ezt meg. Division Defense plusz 10, Division Attack plusz 5, Division Organizáció plusz 5. Hát azért, mert lassabban képezzük az egységeket, én egy ilyet az bemerek vállalni, megmondom nektek őszintén, mert inkább képezzük lassabban az egységeket, de sokkal erősebbeket, mint hogy gyorsabban és gyengébbeket. Én így vagyok vele. Aztán lehet, hogy szerintetek ez hülyeség, szerintem ez így eléggé bomba ajánlat. Na, ezt a fókusz még megvárom, és akkor ugrok is rá a Viva la Revolucionra. Az lesz a következő, ami nekünk nagyon fog kelleni. És innen le tudunk jönni erre a Special Forces programra, ami amúgy nagyon OP. Hát szerintem nem túlzok, ha azt tudom, nem túlzok, ha azt mondom, hogy végtelen mennyiségű special unitot tudunk majd képezni, hogyha azt a fókuszfa ágat megcsináljuk, és verhetetlenek leszünk, megmondom nektek őszintén. Jó, és akkor Viva la Revolución, nézzük is, hogy fogunk boldogulni itt a el nem kötelezett Argentína ellen. És a polgárháború el is kezdődött, kaptunk egy pár plusz egységet. Szuper, ide szépen kirendeljük az összes-összes divíziót, és nyomunk egy ilyen tök agresszív, full agresszív támadást, és ezekkel a divíziókkal nekünk az lesz a dolgunk, hogy körbesételjük az ő divízióikat, ami amúgy nagyon gyorsan teljesülni is fog. Attempting to isolate Argentina. Na, hát köszi szépen, Egyesült Államok, annyira mondjuk nem izgat. Így is úgy is elintézünk mindenkit, aki az utunkba áll. Tehát emiatt tényleg nem izgulok, és akkor Tucumánt kéne már csak. Tulajdonképpen akkor kapitulálnának is, ha minden igaz. Hát még itt van egy-két város, amik kellenének, hogy biztosra menjünk ebbe a kapitulációba, de
elég is volt. Ez teljesen jó, teljesen szuper vagyunk, és itt Edelman Fannyra fogunk rámenni. Ő lesz az, aki nekünk elég komoly buszokat fog adni itt az országban, és vele azért elég jó hadsereget, gazdaságot tudunk majd képíteni. Jó, és hogyha ezt Buenos Aires Conference Focus-t megcsináljátok, akkor igen, ne legyetek hülyék és ne erre nyomjatok, mindjárt visszatöltöm, hanem Fanny Edelmanra, és akkor itt el tudjátok kezdeni felszabadítani a kontinenst. Jó, és akkor Liberate the Continent, tehát ez azt fogja nekünk tenni, hogy minden egyes olyan országot, ami nem kommunista, azt el tudjuk majd foglalni, mert kapunk rájuk Wargold. Ez elég OP, mint említettem. És hát amint látom, sok kommunista ország nincs, talán Paraguayon kívül. Ja, hát itt van Chile, Mapuche State. Ez kérdéses ugye, hogy ő rájuk kapunk-e Wargold majd. Peru, Ecuador, tehát itt mindenkire kapunk Wargold innen Dél-Amerikában. De én a kis fánt Uruguayjal fogom kezdeni, őket lesz a legkönnyebb elverni. Illetve ugye be is tudjuk majd ezeket a területeket integrálni, tehát ott meg azért, ha jól tudom, van egy kis acél. Ja, acél az viszont kelleni fog nekünk, látjátok, mínuszban is vagyunk. Tehát tényleg én itt nekem ez az Uruguay, ez létfontosságú célpont. Oké, kaptunk is wargólokat, és akkor Integrate the Americas, illetve Uruguay ellen mehet is a háború. A flottát simán kirendelem ide. Jó, és full agresszív, ugye a flotta az azért kell nekem, hogy shore bombardmentet megkapjuk. Na hát ez az Uruguay nem volt egy nehéz ellenfél, el is foglaltuk. És nem tudom, Mapuchékra kaptunk, de Chilére is kaptunk, hát... Én választom akkor először a chileieket, és rájuk ugrok már is, ahogy tudok. És hamarosan meg lesz az Integrate the Americas fókuszunk is, tök jó. Oké, jöhet akkor Chile, egy haddivíziót képezek, illetve képezek még 2 darab hegyi dandárt is. És Chile akkor a következő ország, aki itt az én kis fogságomba fog esni. Nem fogság, legkomolyabb dél-amerikai szocialista köztársaságok leszünk, nem tudom milyen fogságról beszélek itt. Ne higgyék már azt, hogy ez itt rossz lesz, mert nem lesz rossz. Nekik legalábbis nem lesz rossz. Jó, és Santiago-t kéne még elfoglaljuk. Ha az megvan, akkor kapitulálnak is, és jöhetnek utána a mapucsék, mert ők lesznek a kövi célpontok. Oké, ajjajaj, mapucse birodalom. Nehogy azt higgyétek, hogy én ennyinél megállok, mert nem állok meg ennyinél, mint a flottájuk maradék részét kérem. Most ti vagytok a terítéken, mapucse birodalom, hogyha már így elvettétek a területeket. Amúgy is ők lettek volna, de így meg főleg. Oké, és akkor itt vannak a mapucsék, megtámadjuk őket is. Nagyon gyorsan, gyönyörű. És akkor integráljunk tovább, mert az integrálás nem vár, elindult már, mint tudjuk. Jó, és ennyik voltak a mapucsék, tehát ezek tényleg nem voltak semmi különösek. Jó, szuper, és innen kapunk egy kevéske kis nyersanyagot még pluszban. Tökéletes. Jó, és a következő ország, akire rá fogok menni, az Bolívia lesz, mert Perút azért kicsit könnyebben meg tudjuk ütni Bolívián keresztül. Nem lesz egy nehéz vagy könnyű háború Peru ellen, mert Perúnak nagy a hadserege. Ugyanakkor, ha lennének repülőim, akkor egész könnyen át tudnánk törni rajtuk, de nincsenek. Tehát ez itt az egyetlenei gebasz, hogy nincsenek repcsieink, de ura vagyok a helyzetnek, hamarosan lesznek. Jó, hát Bolívia. Bolívia se lesz egy nehéz valami. Egész könnyen el fogjuk intézni őket is. Menjünk a főváros felé, mert a főváros kell mindenáron, minél gyorsabban. Meg se állunk Lapazig. És hát tényleg Bolíviának azért nagyon gatya hadserege van, tehát nagyon könnyen meg lehet őket ütni. Szóval akinek ez nem megy, az nem tudom, az törölje le a játékot, vagy nem is tudom. Na jó, nem, ne töröljétek le, ez csak vicc volt, mert
sosem mondom azt senkinek, hogy töröljék le, mert én sem tudok játszani tökéletesen a játékkal, tehát nehogy valaki emiatt letörölje, mert én ezt most mondtam, meg ne próbáljátok. Jó, de hát Bolívia is megvan, szépen, mint említettem, menjünk tovább a többiekre. Szerintem Perut meg is próbálhatjuk. Hopp, és itt amúgy elvettek egy kis területet. Tehát ilyet még nem láttam amúgy, hogy Peru elvenne területet Chilétől, de úgy néz ki, hogy megtették és megcsinálták. Na jó, amúgy is visszavesszük egy pár pillanaton belül, tehát nincs ok az aggodalomra. Azért Perúval óvatosan kell bánni, mert hogyha nem figyeltek, a veszteségeitek nagyon-nagyon meg tudnak szaladni, illetve mivel légierőtök sincs, vagy ha van, akkor Perúban nem nagyon ér el a légierőtök, hiába van itt egy repülőtér, eléggé bágos tud lenni. Tényleg nagyon-nagyon meg tudnak szaladni a veszteségeitek, nézzétek meg, nekem is már 54 ezer van, mert nem figyeltem. Tehát erre tényleg nagyon figyeljetek oda, hogy azért óvatoskodjatok itt Peru támadásával. Hogyha tudtok, akkor azt is meg tudjátok tenni, hogy partra szálltok mondjuk Limába, vagy Piurába, és innen mentek tovább, és kerítitek be a perui divíziókat. Ez is egy jó megoldás lehet, és én pedig szerintem nekiállok a légierő kiépítésének. Megnézem, hogy mire leszünk képesek akár egy ilyen repülővel. Első fighterünk el is készült, nagyon jó, és akkor még a fighteren kívül szükségem lesz egy closer supportra, aminek megint csak szépen felszerelnek kell lennie, armor plate, meg legyen self-sealing fuel tank. Jó, és akkor ő is kap 3 gyárat, mert kezdetekben ennyit tudok rászánni. Oké, illetve építek is egy pár gyárat pluszba, tök jó lesz. Próbáljátok minél több területet amúgy minél gyorsabban beintegrálni, mert egész OP ez az integrációs fókusz, és nagyon komoly országot tudtok így csinálni. Nekem is ugye már a ország nagy része be van integrálva, hát 2 millió ember van úgy, akik még integrálásra várnak. És nézzétek meg, hogy azért az iparunk meg minden mennyit bír, hogy így tulajdonképpen Peru megyünk át, mint valami gőzös. Úgyhogy nagyon nem állít meg minket senki. Illetve a flottánk is elég nagy lett ugye időközben, mert elfoglaltuk ezeket a szomszédos országokat és elvettük a flottájukat. Aztán ugye már a légierő is épül, tehát tényleg itt nincs indok arra, hogy panaszkodjunk, mert nagyon komoly, nagyon OP fókuszfánk van. Na hát, szerencsére Limát már elfoglaltam. Kicsit nehézkes attól függetlenül túlmenni rajtuk, mint ahogy gondoltam, nehézkesebb elnézést. Hol van a fővárosuk? Mert konkrétan Cuscót jelöli fővárosnak, de Cusco az én kezemen van. Nem tudom. Próbáljunk meg elcsipkedni még tőlük egy-két várost, aztán hamarosan amúgy is kapitulálni fognak, tehát hogy én itt ezt annyira nem akarom eltúlozni, meg nem akarok túl sok időt már pocsékolni rájuk. De ilyen pillanatban van itt nekem egy Brazília, akikkel például foglalkoznom kéne. Nézzük csak. Így. Nektek pedig menni kell tovább itt a városba be. Na gyerünk. Intézzétek el, mert kelleni fog az a város. Oké, és még mindig nem kapitulálnak. 99%, ne vicceljünk már. Rácok, azért ne vicceljünk már. Na jó, mindegy, elintézzük őket gyorsan, aztán meglátjuk, hogy mikor mondják be végre, de hát bemondták, tessék. Jó, szuper. Na, akkor így minden egyes területet elveszünk. Oké, még egy adag integrálni valónk itt meglett. Jó, és ugorjunk rá a brazilokra, mert a brazilok lesznek a következők, és egyben egyik legfontosabbak, mert hogyha ők belépnek valami factionbe, akkor onnan nekünk visszaút nincsen, aztán szívunk egész nap azzal, hogy itt küzdünk a szövetségesekkel például, vagy a tengellyel, behozzák az összes egységüket, aztán
aztán az kellemetlen. Ja, ide fog még kelleni nekünk egy pár divízió, illetve ide. Jó. Ezzel, hát nem azt akartam mondani, hogy ez a 14, amit itt képezek, ezek majd ide pont jók lesznek, de ide még kéne nekem 6. Meg a későbbiekben még kéne képeznem, hogy tudjunk partra szállni Brazíliába, kicsit be tudjunk gyorsítani azon, hogy ők itt kapituláljanak. Na mindegy, flottát azt ide kihozom, az egészet, és szépen haladjunk tovább. Na gyerünk, 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 gyerünk. Oké, így, ne? És akkor őket le is hozom, lehozom őket is, így, ne? Oké, és akkor ezek a plusz divíziók, mennyi kéne nekem? Egy 18, igaz? Ezek a plusz divíziók fognak itt megküzdeni a brazilokkal, meg itt megküzdeni a brazilokkal, meg itt lesz 2 divízió, akik azért fognak ott lenni, tulajdonképpen csak így ezt a részt itt védekezzék le, hogy itt nagyon ne tudjanak átjönni ezen az egy területen, így, né? És akkor ide fog még kelleni nekem egy pár egység, méghozzá ez a 10 ide tökéletes lesz. Jó, és akkor szerintem, hogyha így megvan a setup, el is indulhatunk elfoglalni Brazíliát, meg is tudjuk ütni őket. Légierőt ide, meg ide. Oké, így ide ki. Szuper, és nézzük is meg, hogy mit tudunk kezdeni velük. Jó, és akkor a támadást el is indítom. Nézzük csak, Integralis Brazil. Nem fog sokáig tartani. Let's go. Na, és nézzétek srácok, hogy hogy megyünk át rajtuk. Szerintem amúgy egész komoly sebességgel végig fogunk itt menni rajtuk. Át fogunk törni rajtuk 1-2. Ugye itt északon az a probléma, hogy utánpótlás vonalaink azért gatyák. Ugyanakkor délen nagyon jók vagyunk, mert a flottánk az folyamatos támogatást tud nyújtani, tehát itt problémánk nem lesz. Tudunk haladni, légi fölényünk megvan, ennél több nem kell. Na, let's go! Megépült a Supply Hub, sajnos a partra szállásunk elindulni nem indul el, tehát akkor így ezt tudjuk tenni. Igazából el kell foglalni itt a területeket, aztán kész. Én itt nem fogok ezzel tényleg szívni, szórakozni. Elindulunk, aztán megyünk. Most ezen nincs nagyon mit tovább tárgyalni. Át is húzom ide a maradék, vagy hát azokat az egységeket, akik alapból a partra szállásra lettek volna ugye ide rendelve. És akkor legalább több egységgel tudunk menni, meg biztosabban itt be az Amazonas irányába. Itt nézzük már meg, hogy itt hogy állnak a brazilok. Hát szerencsére állnak, igen, konkrétan. Jó, ne is csináljanak más, álljanak, csak nem kell nekem az, hogy izé, hogy ők itt jöjjenek. Én ennek örülök bőven, hogyha ők itt így el vannak, nem csinálnak semmit. Tartsák meg jó szokásukat, mert nekem ez így kell. Jó, és akkor kússzunk végig itt a óceánparton. Minél gyorsabban, mielőtt még beugranak valami factionbe. Azért a veszteségszámok is elég brutálisak, tehát 230 ezer versus 1,1 millió. Igen, számok maguk elbeszélnek. Na és hát Brazília végre kapitulált, és nem lépett be factionbe, ami még egy pozitívum. Így tulajdonképpen mi uraljuk eddig teljes mértékben itt Dél-Amerikát, mint úgymond ilyen egy nagy ország, akinek van factionje. Ja, meg itt vannak ugye European Defense League, meg nem tudom, meg ilyen Allies, meg mindegy, ezekkel nem is foglalkozunk, ezek ilyen kis olcsó semmik, tehát hogy jelleg mit foglalkozzunk velük. És akkor nekem még ide fog kelleni 8 darab hegyi dandár. Jó lesz ez,
alakulgat a kis hadseregünk, de ja, alakulgat, és amúgy, hogyha ezeket a területeket itt beintegráljuk, hát, srácok, ez maga lesz itt a, itt a heaven, a menny, mennyország, mert hogy itt konkrétan a braziloknak annyi embererőjük lesz, hogy nekünk többet nem kell ezzel problémázni, hogy fel kell pakolni a volunteer only-ról. Jaj, elfogy az embererő, mert nem fog elfogyni. Konkrétan. Ecuador is elintézve. Elég könnyű volt ő is. És akkor már csak itt ezek a Kolumbia, Venezuela vannak hátra, illetve még Panamára is van Wargold. Panamát ugyan garantálja Kanada, de hát nem tudom, meglátjuk, hogy mit tehetek. Meglátom, hogy mit tehetek. Miért mindig többes számba beszélek? Na mindegy. Tehát azt akartam mondani, hogy meglátom, hogy mit tehetek Panama ügyében. Lehet, hogy őket is elfoglalom. Nem tudom. Az lenne a cél, hogy itt Dél-Amerikát egyesítsem, aztán, hogyha ez megvan, akkor készen leszünk, mert ez lényege ugye ennek a fókuszfának, hogy Panama egyesítve legyen. Jó, és akkor Kolumbia, indítsuk is el a háborút, 1-2. Egy dolgot nem láttam, és ez fel se tűnt, amiközben itt harcoltam Kolumbiával, hogy itt van egy ilyen faction, amiben beléptek, hogy hát Coalition of Free, nem tudom mi, tehát Coalition of Free Commonwealth States, tehát itt ebben meg Kanada a nagyhatalom. Jó, hát nézzük meg, hát van nekem itt flottám, szerintem meg tudjuk csinálni, nem, hogy partra szálljunk Kanadába? Mindjárt megpróbálkozom vele. Egy 24-es hadsereggel elindulunk, és megnézzük, hogy akár itt Halifax környékén lehetséges-e az, hogy partra szálljunk. Konkrétan így, ja. Ezt az egész részt szeretném magam alá hajtani, begyűrni, így szépen a mi kis rendszerünkbe. És a többi divízió pedig itt várjon készen létben, hogy jöhetnek el. Jó, 18 darab hegyi dandár, 6 darab sima gyalogság, illetve még 24 sima gyalogságot azért ki fogok nyomni ide magunkból. Jó, hát igen, azért fegyverből nincsen sok, intézzük, illetve gyárakat is kéne építeni ebből adódóan, mert amúgy bajban leszünk, nagyon-nagyon-nagyon bajban leszünk. Jó, hát nyomjuk. Na, meg is indultak a divíziók. Kíváncsi vagyok, hogy itt Halifaxba, meg Monctonba sikerülni fog-e partra szállni. Hű, azért védik a területeket. És a United States egyszer csak úgy gondolta, hogy ő hát háborúzni fog ellenünk. Köszi Egyesült Államok. Vártam, hogy megjelenj. Megmondom őszintén. Ez így kellemetlen szagú, meg nincs is jó szaga, tehát hogy úgy... Tényleg így ez annyira nem tetszik nekem. Nem tetszik ez itt, ami történik. Nézzük meg, is semmisítettek egy jó pár divíziónkat. És nem tudunk egyszerűen menni. Akkor az lesz, hogy húzunk egy ilyet. Húzunk egy ilyet, meghúzzuk ezt a kártyát, és megpróbálunk ide építeni kikötőt, meg akkor ne csak oda, hanem ide is, mindenhová, hogy legalább egy kikötőnk azért megépüljön. És elnyomjuk a last standet, mert ezek az egységek így halálra vannak itt ítélve. Na gyerünk, épüljetek! Meg fognak ezek épülni, meg minden, csak bele kell húzni. Vagy nem épül meg. Éppen overrunolva lettünk, és ez kellemetlen, mert így az USA-ba hogy fogunk eljutni, vagy honnan fogunk eljutni. Nem tudom. Nézzünk meg egy kubai partra szállást mondjuk ide Miami-ba. Hát, ha ez még működhet. Hú, hát ez itt most nagyon nem jött ki jól. Nagyon nem, de... Ezzel nem, már nem tudok mit csinálni. Letelt az időnk. Nincs ezzel már mit csinálni.
helyette akkor képezünk új 14 divíziót, mert megleptek minket. Mondjuk nem is számítottam arra, hogy itt az USA ez így nekünk egy ilyet le fog művelni. Őszintén megmondom nektek. De szerintem ti se számítottatok semmi ilyenre. Nem is értem, hogy hogy jött. Na hát nézzük meg ezt a Naval Invasion-t, hát ha. Lehet, hogy már az USA-nak annyi egysége lesz, hogy lehetetlenség lesz bármit is végrehajtani itt is, megint, mint mindig. De úgy néz ki, hogy itt azért partra tudtunk szállni, srácok, tehát annyira nagyon nagy problémánk nincs. Ti jöttök ide, ti ide, ti pedig elindultok felfelé, mert itt még van egy kikötő, és azért a kikötőket szerezzük csak meg. Jó, illetve minden egyes divíziónk... hol vagytok? Ti kihez tartoztok? Hát ő kivételükkel, mindenki jöhet ide. Erre a részhez. Oké, ezt cancel-öljük. Így. Ja. És akkor próbáljuk meg így kiterjeszteni minket magunkat idáig. Minket magunkat, igen. És induljunk meg itt az USA belsejébe befelé. Srácok, ez itt így azért elég komoly meglepetésért tényleg engem Kanadában. Nem számítottam, nagyon, de nagyon nem számítottam rá, de nem mindig alakulhat minden úgy, ahogy ti szeretnétek, ezt sokszor elmondtam már, és látjátok, most nekem se úgy alakult. Tehát ez van. Ez van, srácok. Nincs mit tenni ellene. Jó, és akkor ez a 14 egység, hogyha már így ilyen állapotban vannak, jöhetnek is már is. Na hát, srácok, lányok, mivel idő van is nekem mennem kell, ezért ezt a videót itt lezárom. Én Bazsa voltam, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Szerintem ezt a kis gameplayt azért bemondhatjuk egy winnek, mert elég szépen tudunk menni előre itt az USA-ban. Nagyon nagy ellenállásba nem ütközünk. Jó, itt azért keletebbre igen, de nyugaton átnézzétek meg konkrétan. Itt végig tudunk rajtuk sétálni. Tehát nem izgulok amiatt, hogy mi megnyerjük ezt a háborút. Amúgy itt Észak-Amerikában igen, itt most visszafoglaltak egy pár területet, mert átirányítottam őket, de hát ez a 36 divízió itt felmorzsolná őket. Tehát én tényleg azt mondom, hogy ez a videó ennyi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek egy lájkot és feliratkozást dobjatok. Hamarosan jövök a következő résszel, addig is jók legyetek, és sziasztok!